levegőt venni tilos? Vannak dolgok, amiket nem lehet betiltani. Lehet hozni ilyen szabályokat, de ezek a szabályok nem betartható idióta szabályok. Ezt majd az emberiség tudatosságának emelkedése el fogja törölni ezt az idióta szabályt. De most nagyon-nagyon gyorsan tessék szíves lenni azt értem, hogy senki el ne engedje a kutyát pórázol. Senki soha. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Az Én Kutyám Portál legújabb mérföldkövéhez értünk, ez az első podcast adásunk. Én Sósandi vagyok, a gazdája. Vendégeimmel arról beszélgetünk, hogy mit is jelent a felelős kutyatartás, hogyan viszonyulunk a kedvenceinkhez, és mikor mondhatja azt magáról valaki, hogy jó gazdíja a boldog kutyájának. Kíváncsi lennék, hogy 11 hónapos Lola kutyám mennyire érzi magát boldognak mellettem, de amíg meg nem tanul beszélni, addig szakértő vendégeimet kérdezem. Az első adásba Korom Gábor hívtam el, akinek a nevét a tükörmódszerrel együtt tanulta meg az egész kutyás világ. Másik meghívottamnak Lukács Miklósnak sem kellett bemutatni Gábort. Miky reklámszakember a médiából jól ismert. Két kutya és egy cica gazdája, lelkes állatbarát. Az igazán pörgős beszélgetésünk sok nagyon fontos témát érint, mint például az igortalanítás kérdését, vagy hogy érzelmi vagy racionális alapon válasszunk házi kedvencet. Vendégeim egészen markáns véleményt fogalmaznak meg a pórás szabályjal kapcsolatosan is, hogy szerintük barbár eszköze a kutyák pórázon vezetése, az is kiderül a beszélgetésből. Tartsatok velünk! Az én kutyám a felelős kutyagazdik portálja. Nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Velünk van Korom Gábor, a tükörmódszer alapítója, és Lukács Miki, hangmérnök, reklámszakember. Vágjunk is a közepébe, kettő kanekorzó Büszke gazdia vagy, vagy apukája, vagy még mélyképp... Családban élünk, úgyhogy igazából nálunk kutyának megvan a maga helye, macskának is megvan a maga helye, gyereknek is megvan a maga helye, úgyhogy családtagokként kezeljük hát, őket. Végül is a kutyasúlyban sokszor a gazdikat is apának, meg anyának hívják. Picit fölvontad a szemöldököt, Gábor, ti hogy vagytok ezzel a tükörsúlyban? Van erre szabály? Hát én nem szoktam apának, még anyának hívni a gazdikat, de azért, azért nem ördögtől való egyébként ez a, ez a hasonlítás. Nagyon sok párhuzam van nyilván a gyermeknevelés és a, a, kutya nevelése között, de azért van egy nagyon éles különbség, amíg a gyermek egy önálló, szabad individuum, aki egyszer csak elhagyja a családi fészket, a kutya ilyet soha nem fog tenni, tehát a kutya mindig ránk lesz utalva. Nem véletlenül van a kutya az emberi családban, olyan skilleket vesz fel a kutya, olyan képességeket hordoz. Már a kutya, amely alkalmassá teszik az emberi családdal való együttélésben a kutyát. De azért azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a kutya nem gyerek, mindentől függetlenül, hanem a kutya egy olyan családtal, aki kutyaként érkezik be a családba, annak minden értékével és terhével. Én is hadd kérdezek már egyet Gábortól, mert ezzel kapcsolatban tök dolog merült fel most bennem, hogy nem fogok többet nyugdíj vagy, vagy csak bármikor, a, vagy csak a, ugye eszembe de egyébként ugye van egy nagyon híres Csányi Vilmos, aki mm. ugye legutoljára is elég híres, vagy hírhet kijelentéseket tett, ugye egyrészt ugye volt egy ilyen könyve is, hogy a kutyák szőrös gyermekeink, mm. aztán másrésztről pedig ugye szerintem körülbelül az a mondata járt körbe a médiumokban, hogy gyakorlatilag a kutyát egy lépés választja attól, hogy megszólaljon és beszéljen, mert hogy majdnem, majdnem, ott állunk. Te pedig, Gábor, találkozol havonta több száz új kutyával és kutyással, te osztod ezt a véleményt? Bizonyos értelemben nekem a kutyák megszólalnak. Tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen fura helyzet. Alapvetően a tudomány úgy működik, hogy az embernek vannak élményei, majd a tudomány rákutat, és bebizonyítja, mm. meg annak az ellenkezőjét is bebizonyítja, és éppen melyik kánon a hangosabb, akkor az az, a, az az éppen aktuális nézet. Te, te ez abszolút így van, mert sokszor van, úgy, hogy kijön egy kutatás, és akkor kutyagazdiként ott hogy hát ezt tudtuk, igen, már igen, régóta. A, a, éljük. Tapasztalat, a tapasztalat ezt igen. mutatja, aztán az idő majd egyszer csak 10-20-50-100-200 év távlatából megmutatja, hogy mi volt a valóság, de azért a tudománynak dolga az, hogy az ember, az ember tapasztalataival, vagy a mindennapok tapasztalatával, Kutat rá dolgokra. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem áll távol a valóságtól az, amit Csányi elmondotta, az, hogy a kutyák meg fognak szólalni. Egyrészt, mert mert Beszélnek ha, egy ha egy úgy vesz, igen, így van tíz. így van. A kutyának ez egy nagyon érdekes tulajdonsága, hogy a kutya olyan módon kezd és kezdeményez az emberrel interakciót, mint egyetlen más lény sem. Tehát a kutya úgy kóperál velünk, vagy úgy akar velünk kapcsolatba kerülni, ahogy senki még azok az élőlények se, akik egyébként az emberi családhoz viszonylag közel állnak, mint a macska. Szóval én ezzel nem csak hogy egyetértek, hanem azt gondolom, hogy ez már ez már. Helye közben bekövetkezett. Ez Arról beszélünk, hogy a figyelem elkérésének a képessége, ami minket azzá tett, tehetett, amik vagyunk, ez a képesség megjelenik a kutyánál is. A figyelem elkérésének a képessége oda-vissza az interakcióban. Na, egyből a mélyére ugrottunk, de most picit visszalépünk néhány lépéssel, jó? A tükörmódszernek az egyik alapillére a kölyök program, ahová te is, Miki, jártál a kutyoddal, a Bélával. Azért még egy ilyen korábban kezdődik a történet, ott, hogy kutyát választok. Ugye azt olvastam, hogy a Kani Korzó, az, azért azt nagyon meg kell gondolni, első kutyás gazdinak semmiképpen nem ajánlatos. Ez egy vállalás, ez egy bevállalás. Mi mindent érdemes ilyen esetben átgondolni? Te átgondoltad de vagy egyszerűen bele szerettél a fajtába? Én nem vagyok egy, abban az értelemben nem vagyok egy átlag kutyatartó, hogy mondjuk adhok módon hozok döntéseket, vagy mondjuk csak pusztán érzelmi alapon hoztam volna döntéseket. Rengeteg állatom volt gyerekkoromtól kezdve, a rizspintján át, különböző papagájokon át, galambom is volt, akit akkor még nem tudtam, hogy pozitív megerősítés, de fölengedtem a többi alam közé tapsoltam, és tudta, hogy búzába fogom kínálni, tehát visszajött, Hú, és vállamom volt, amikor a csepelt acskómmal közlekedtem a kresszparban. aztán volt a Vizslám, ami egyesek szerint nem kutya, de egyébként nagyon jó első kutya volt. Amikor Annával először kutyát vállaltunk, akkor Hadd még... közben, hát ha van olyan, aki nem tudja, hogy Pellerannáról van Igen, most peller Anna, a becses nejem. Az első közös kutyavállásunk előtt szerintem titkolt célja is volt az akciónak, hogy megnézzük, hogy elég érettek vagyunk-e már a, hmm. a szülőségre, az apaságra és az anyaságra. Ez topik. így. Egyébként igen, nem feltétlenül pótlegot akartunk, hanem egyébként is vágytunk egy, egy pusztásra. Ekkor Bulmasztif fajtát választottam, Rozikát, aki nyugodt kutya, viszonylag kevés mozgásigénye, jó szándékkal birka béketűrűséget képességgel és készséggel. Aztán kiköltöztünk Pirisvörösvára, és Rozika kevésbé volt alkalmas arra, hogy akár ugatással, akár bármivel, csupán a méretével tudta távol tartani mondjuk az idegen oda nem való betolakodókat, mondjuk így, és kerestem egy olyan kutyát, aki egyébként családbarát, egyébként kezelhető, egyébként aki megfelelő méretekkel rendelkezik, és egy kánekorzó lett ez, akit két éven keresztül kerestem, a megfelelő almot, ahol nem szépségre szelektálták a kutyákat, hanem hajtálja legre megfelelően arra, amire eredetileg kitalálták. Aztán ez lett uh, Dúcsek kutyánk, aki egy rendkívül jó kutya, még mindig velünk van szerencsére, és aztán jött uh, Béla a másodikánek hozó. Akkor kutya választás, Gábor, egész is kikérlek. Két dolgot kell reagáljak, Aha, a két igen. nagyon fontos szakmai visszajelzés arra, amit a Miki mondott. A Csepel tacskó az egy kerékpár, igen, és nem már, kutya. Igen. Csak ezt a, a fiatalabb hallgatók kedvéért mondom el, és a Vizsla pedig kutya. Nagyon jó kutya. De, ja, mert azt szokták, mondani, hogy nem kutya, hanem Vizsla. Vizsla az egyrészt. Vízla. Másrészt igen. pedig de a vizslákat is most már legalábbis, ahogy látom, ha már így benne vagyunk a fajtákban, meg a fajta jelegre mm. való szelekcióban. Tehát egyre több beteges lövéstől, stb. járművektől félő, rossz idegrendszerű kutyát látok. Kedves, drága mindenki! ha most erre kell egy hivatalosat reagáljak, akkor reagáltok valamilyen ilyen pc valamilyen elkenőset, de alapvetően azért azt, azt, el kell mondjam, tehát ha meg vagyok szólítva, akkor, akkor úgy érzem, hogy, 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 ezt azért ki kell, ki kell teríteni, hogy alapvetően ott húzódik meg a gond és ezt gyakorló kutyásként mondom. Ugye én most már több mint 40 éve foglalkozom azzal, amivel foglalkozom, és ez a 40 év alatt egy országos kutyaiskola hálózat alapítója, vezetőjeként elképesztő eset számmal dolgoztam, ez egy százezres nagyságrend, hogy az van, és azt látom, és ez egy szörnyű dolog, hogy látok egy pompás kutyát, aki megdobban a szívem, hogy tenyészteni kellene vele, ez a tenyésztésre való kutya, ezért azért, azért, és akkor ivartalanítva van. Ez most nem hangzik annyira rosszul, mint amennyire rossz a helyzet valójában. Tehát kölyökkorba döntjük el azt, hogy milyen kutyákkal fogunk tenyészteni, és ez bizony nagyon-nagyon elszokott csúszni. Tenyészteni olyan kutyával szabad, vagy kell, vagy nem tudom, ahol több generációnra visszanézve életerős, egészséges ősökkel lehet dicsekedni, és ahol a kutya. A környezeti kihívásokra, hát tulajdonképpen egy egy egészséges, jó reakcióval él a világban. És ez bizony csak akkor derül ki, hogyha együtt élünk a kutyával. Ez tíz hónaposan, de még másfél éves korban sem lehet igazán könnyen és jól eldönteni. Amikorra viszont már megszületik a döntés, vagy már az itt van. Ne, nem sajnos ennél, pár ennél túl is. Ennél a helyzet drámai. Még. És most, és most mielőtt, bebiztosítom magam, hogy ne kövezzenek meg, meg, meg hogy hazaérjek este a családomhoz, még szeretnék élni, mert most éppen az a hobbim, hogy motorokat gyűjtök, és a, a, imádom a kutyákat, a hivatásomat. Még szeretnék még élni, úgyhogy Léci, hagyjatok életben, kedves ivartalanítás fasiszták, még, még, élni akarok. Miről van szó alapvetően? Arról van szó, hogy ha az ivartalanítást azért végezzük, mert az emberi felelőtlenség miatt tömve vannak a menhelyek, és kutyákat kell megölni ezer számra nap, mint nap, akkor az ivartalanításnak nem csak, hogy helye van, hanem az ivartanítás kötelező a társadalom tudatosságának, a hiányának kompenzálása véget. Itt, a mondat végén, pont van. Úgyhogy, kedves ivartanítás, fasizták, szeretnék mindenkit megnyugtatni, veletek vagyok. Vannak azok a helyzetek, amikor. A, az ember egy jól megérdemelt nyugdíjhoz érkezve, már egy picikét testileg, lelkileg megtörve odaérkezik, hogy na most akkor kipiheni az életét, és ekkor a, a, a családtagok gondolják, hogy, hogy nagyapát vagy nagymamát tartsuk életben egy kutyával, tartsuk vitálisan, és akkor kap egy Rottweilert, vagy egy moszkvai őrkutyát, vagy, vagy egy kisemere mondani, egy kaukázusi juhászkutyát, ott Kötelező az ivartalanítás. Ott, ahol nincs meg az a fajta kompetencia, az a fajta működtetési képesség, ott nem szabad ilyesmivel játszani, ott kötelező. Abszolút, egy Spániel is elhúzza az idős nénit, és... Igen, a csak, csak az az... megölni. Igen, igen csak nem, a, különbség az az különbség. Az, a különbség az, hogy a kiszabaduló Spániel támadását mm. túl fogják élni a Moszkvai őrnél, vagy a kaukázusi más másfajtáknál. Imádom ezeket a fajtákat. Nekem is ilyen van, tehát a Mickeyhez hasonlóan én is a, hogy mondjam, szeretem a kihívást, és meg én is kaukázusi juhászkutyát tartok. Csak tartok, az évetettem közül, hogy én meg Spániel bolond vagyok, és pontosan tudom, hogy a spánielmiket tud okozni, hát, ha nem kell kézben Azt most szeretném mondtartam. elmondani, hogy a kölyök tanfolyami tapasztalatunk az, hogy a legkeményebb kutyák azok a spánielek. És konkrétan azért, mert ezek a kutyák rendkívül együttműködőek, tehát az esetek 99 ában pontosan azt akarják, amit a gazda. Ám Így de van on. egy százalék, és abban az egy százalékban letörhetetlen, megmásíthatatlan, Befolyásolhatatlan. És ez például egy káne nem így van. Uh -huh. A Cane ebből a szempontból sokkal, hogy mondjam, sokkal megbízhatóban együttműködő kutya, mint egy Spániel. Ez egy nagyon furcsa jelenség, és azt hiszik, most viccelek, de nem, ez tényleg így van. Én meg Te, Tehát tényleg megér. az öt legkeményebb kutya a kölyök tanfa, és ugye rengeteg kutyáról beszélünk, az öt legkeményebb kutya mind az öt Spániel volt. Mindeződ, Természetesen bér az én tíz hónaposom, és erről majd később. De Egyébként hogy, ott hagytuk el, de. hogy a nagymamának meg ne. Igen, tehát hogy, tehát, hogy ebben az esetben is kötelező az, az ivartalanítás, mm -hmm. amikor a kompatibilitás nem áll fel. Úgyhogy még mindig itt vagyok az ivartalanítás pártiakkal. Ebből a szempontból abszolút egyezem ezzel a trenddel, vagy nem tudom. Viszont ott, ahol ez ahol ezt elhagyjuk, ott már nem. Tehát ottól a család felelősséggel tud gondoskodni a kutyáról. Ott, ahol van rá figyelem, ahol átgondolta, ahol nem rontották el, és mondjuk azért, mert azt hiszik, hogy akkor majd nem lesz agresszív, azért, mert azt hiszik, hogy akkor majd szót fog fogadni, vagy azért, mert azt mondják, hogy az egészségi állapot megőrzése véget, ez, ez ennek meg kell történnie. Igen, értem, ö, én most köszöntem el egy ivaros 18 éves kutyától. Igen, tudom, hogy az ivartalanítás megelőz bizonyos betegségeket, de, de szintén orvosok mondják, és, és, tudjátok, tehát itt a tudomány éppen, éppen, éppen melyik trend az uralkodó, tehát más orvosok pedig azt mondják, hogy más betegségeket pedig előidéz, például a csontozati gondokat okozhat, stb. Én elhagytam a kompetenciámat, tehát itt most szeretném leszögezni, hogy az állatorvosnak van igaza az állatorvosi kérdésekben. Ha indokolt, akkor tessék szíves lenni ivartalanítás Tanítani, ha nem indokolt, akkor ne gondoljuk azt, hogy ez egy jó válasz a jövő kihívására, mert igenis veszélybe sodorjuk a kutyafajt, veszélybe sodorjuk a kutyafaj jövőét és egészségét. Azért nem vitázom veled, mert hogy egyrészt én sem vagyok kompetens, másrészt majd itt a podcast adásomban mindenféle oldalról meg fogjuk ezt a kérdést közelíteni. Én most nagyon elgondolkodtam. Nekem ugye, ahogy mondtam, Spáni van tíz hónapos, hát itt van a kérdés, hogy én már azért sok helyről hallom, na, és akkor mikor jótalan? és hogy az, az alapvető kötelességem, miközben, hát közben hallom ezeket az ellenvéleményeket, akár egészségügyi szempontból, mert tenyészteni természetesen nem szeretném. Egyébként tenyésztőtől vásároltam, de ez egy érdekes dolog, mivel, hogy van egy kis fehér folt a nyakán, tehát ott nem, nem azt a szint hozza, mi már nem tenyészthető, nem is kapott törzskönyvet, csak a regisztrációs ez, lapot. Ez, tehát Isten óvja meg a, az emberiséget attól, hogy egy fehér foltos oh, spányjait bárki is tenni. Bármit is, mert akkor vége van mindennek, mind a de, de Képzeld el, hogy ellepnék a világot a fehér foltos spánielet. Tehát, hogy ez egy katasztrófa, és képzeld el, hogy a kiállításon akkor e, egymás, és a, a tudorok összeülnek, és azt mondják, figyelj, fehér folt. Figyelj, ez, ez ne. én azt gondolom, hogy itt, itt azért baj van. Sem voltam, hogy a, vagy mi ez kutya én csak így hívom, egyszer valamiért eljutottam. Mindenki tapasztalja meg szerintem, mert tehát, ahogy az ember nem viszi normál ember a hat éves kislányát, mondjuk prostituáltak, sminkelve egy ilyen gyerek versenye, szerintem úgy a kutyát sem érdemes. Azt gondolom, <laughs> hogy itt történik az, amikor az ember a saját <laughs> egzisztenciáját kivetíti a kutyára, de Abszett. azt gondolom, hogy ezeknek is van, van, tehát helye. E, tehát van helye, tehát ezt is lehet jól csinálni. Vannak biztos nagyon sokan, akik ezt mm -hmm. jól csinálják. Itt a kutyánál is megjelenik ez a, ez a jelenség, hogy egyszerűen az ember valamit túl kompenzál, és a kutya esik áldozatává. Ha már kiválasztás, mert hogy most biztosan sokan arra gondolnak, hogy az egy jó tanács kéne mégis a szakembertől, hogy oké, okay, mondjuk egy családban, két kisgyerek, anya, apa, egy családtagot szeretnének kutyának. Most milyen fajtát javasolná, vagy azt mondod, hogy keverék, vagy fogadj örökbe, ugye ez egy másik történet is, hogy aztán örökbe fogadok olyat, amivel meg nem fog tudni mit kezdeni. Te milyen álláspontot képviselsz? Gáborg. az való. Ha, hallgassuk meg a Mikit Azért javasolom, hogy a Mikit hallgassuk, mert, mert ő neki van erre egy konkrét. És aztán, ahogy náluk történik, amit én ismerek, mert ugye már nekik van már meglepő módon korábbi ismerettségünk, ugye, kiderül, és aztán elmondom, hogy én Mit okay. gondolok erről? Én, én annyit tudok mondani röviden, akkor, de szerintem biztos egyet fogsz vele érteni, hogyha az ember vesz egy videomagnót, akkor elolvassa, hogy, hogy használati utasítás például. nem? Tehát, hogy hogy mondjuk mi az a rec, vagy mi az a rev, meg ilyen hülyeségek. Mert ugye mit, nem mindenki rögtön műszaki zseni, és nem, nem tudjuk, hogy mi az a piros karika. Én ugyanígy voltam mondjuk a gyermekkel is, de például a, a kutyákkal is, meg a macskákkal is, vagy ha vettem annak idején rispintyát, hogy nagyjából milyen igénye van az állatnak, honnan származik, mit tud, a, hogyan kéne őt egyáltalán ápolni, gondozni, hogyan jutok közelebb hozzá, pszichéje milyen, mindenki tájékozódjon először megfelelően, vagy elmegy egy kutyaiskolába, és megkérdezi a kutyaiskolában dolgozókat, vagy ha ott van például Gábor, akkor őt, hogy, hogy mit érdemes nézzenek szét, és tájékozódjunk. Szerintem mindennél ez a, ez a kulcs. És, és, akkor jön egy pillanat, hogy beleszeret. De nincs Ugyan, de és le, lehet ilyen, választok. lehet ilyen, csak akkor annak, annak a következményét szerintem mindenki vállalja. Tehát a szerelemben kezdne, is hogy... így van, nem? Most az embereknél is, hogy Persze. nem tájékozódunk, nem is verjük meg egymást, csak egymásba szeretünk. de azért jel, látjuk van. is, mennyivel Indiából nem, adták, és é. akkor az egy életet szól. Igen, <laughs> Igen, de nem egyébként van ilyen, hiszen vannak ilyen, épp nemrég egy, egy, egy vitatkoztam arról, hogy, hogy szerinte, hogy hívják milyen házasság, az, irányított házasságoknál kevesebb a vállás aránya, mint a... Mert hát. próbálják de, csak meg. De oké, okay, de, de így van, tehát, hogy de, de, de attól függetlenül mondjuk szóval ő sem éron. ajánlotta ezt a dolgot, de hogy nem, tehát hogy nyilván többféle aspektus van egy dolognak, én azt mondom mindig, hogy tájékozódjanak, mm. és szerintem Gábor ezt jobban elfogja. Te ilyen racionális vagy, de nem mindannyian vagyunk ilyenek, és akkor vagy szerencsénk van, vagy a, nem, hogy a pár Mondom, akkor viszont a következményét viseljük. Kutyaválasztás. Az a helyzet, hogy nagyon, nagyon nehéz az erről most mm -hmm. beszélni, mert alapvetően a, a standard az az, amit a Miki elmondott. Szembesülj azzal, hogy mennyi időd van, is magad azzal, hogy egy ilyen típusú kutya mennyi plusz terhet hoz, és a többi, és a többi, és a többi. És, a többi. és akkor válasz, tudatosan nézd meg az ősöket, mm -hmm. egészségesek, és szerintem ez nagyon rendben van így. De és ez a de ez nagyon fontos és ez idáig ez idáig kisbetűvel és mostantól vastagbetűvel és nagybetűvel szedve de de a szerelem és az érzés az minden felett áll. Mm. És ez most, ez megint csak nem egy ilyen idejöttem, és valami el kell itt, mert, mert akkor, ha cuki vagyok, akkor majd szeretni fognak. Nem, ezt nagyon komolyan így gondolom, és akik valaha is tanácsot kértek tőlem kutyaválasztásra, azok tudják, vagy elolvasták a könyvemet, azok tudják, hogy ez a végső konklúzió, hogy mindent megtehetsz, de azt a kutyát vitt haza, amelyikbe beleszerettél. Csak az a baj, hogy a szerelem is egy idő után elmúlik. Ismerek olyan embert, aki ugyanígy szerelemből választott, hogy nem tudom, milyen terrier típusú kutyát hazavitte a menhelyről, lehetetlen szocializálni uh, például. Nagyon szeretett volna kutyafuttatóba járni, úgy ismerkedni hölgyekkel például, stb. Uh, stb. Lehet, hogy nem volt ez nincs már nincs elején erre módja, Nincs erre módja. Nem, nem, biztos, hogy a tiszta szándékhoz <szerűen> Igen, de nem, csak mondom, hogy példa, ez egy, egy tökéletes példa. Én ugye mi vagy nem ismeri az előéletét, ezért lehetetlenség bizonyos dolgokat onnantól kezdve, hogy már egy erős beidegződés van. Vagy Kivenni. nyilván lehet, hogyha nagyon sok ideje van, és mondjuk elviszi hozzátok Hozzá? egy szocializációs tréningre, de nyilván van olyan, amelyeket már jóval nehezebb maga visszafordítani. Az előző kutyám egy mentett spániel volt, és őt láncon tartották és rugdosták. És évekig próbáltuk kivenni az belőle, hogy ő lábfejre ne reagáljon. És ez a reakció az elején az volt, hogy véres volt a lábfejem, aztán pár év múlva már az volt, hogy mondjuk megállt a, a kis állkapcsa ott, vagy, 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 amikor már picit megkapott, akkor fölment a felső szintre és elvonult, mert mert tudta, hogy itt ez nem volt helyén való de hogy az utolsó pillanatig, benne volt valami. Igen, színűvel. de azért azt, azt muszáj vagyok elmondani, nem biztos, hogy az volt az előzménye, hogy rugdosták. Tehát, ez nagyon, tehát, a, tehát ab, szerint. Igen, de igen. Abban, az, abban az időszakban, amikor ez történhetett nálatok, abban az időszakban a spániel tenyésztésben nagyon erősen jelen volt egy betegség, amit úgy hívnak, hogy részszindróma. És az a részszindróma ez egy ilyen kontrollálatlan, mm -hmm. agresszió viselkedéssel járt együtt, ennek voltak súlyosabb és kevésbé súlyos velejárói. Tehát nagyon fura de a úgy ismeri mm -hmm. a spániát mint agresszív, mm -hmm. egyébként pedig nem az. Alapból a spánia egyáltalán nem az, de, de ez azért is történt, mert a tenyésztésbe egy ilyen részszindrómás vonal került be. De hogy ki lehet-e venni, ami benne van? Ugye itt ez végül is. akkor, is. Am, tehát, tehát ugye ez egy idegrendszeri probléma, mm. az, az egy betegség, ez egészen más tehát valószínűleg nagyon jól végeztétek a dolgotokat, ilyenkor vissza kell húzódni a stresszből, le kell csendesíteni a környezetet, és akkor akkor ez egy élhető szintre hozható, ha a betegség nem annyira súlyos. Tehát ebben az esetben nálatok valószínűleg ez történhetett. Nem lehet. zárom ki, hogy valóban megtörtént ez a láncon csak annyira... Láncon vagy, volt, mert olyan fotóim ezt van. El, ezt el tudom hinni, meg még az, biztos az is lehet, hogy, hogy rúgdosták őt a láncon, mink. nem tudom, de maga a, a az. Rendkívül módon egybeesik az akkori kor spánia állományának nagyon erős hányadával, és ezért gondolnám azt, hogy ez egy valószínűbb magyarázat. De lényeg De... a lényeg, hogy ki lehet-e venni uh, akár a igen, viselkedésről Igen, tehát, tehát tök jó, hogy vitába szálltok velem, és tehát... igazatok is van, csak az én élettapasztalatom azt hmm. mutatja, hogy a szerelem az nem múlik el, tehát amikor meglátod, és tudod, hogy a tied. És onnantól kezdve, a kutyának van egy olyan különleges tulajdonsága, hogy szemben az emberi kapcsolatokkal, kiderül, hogy róla például, hogy horkol, kezd a feleségem kiábrándulni belőlem, meg, tehát, tehát, tehát hogy ilyenek vannak. A kutyánál ez, mert a kutya még aranyos is, mikor horkol. Tehát van egy olyan, hogy a kutya egyre közelebb és közelebb kerül hozzánk. Egy. Tehát igen, van ilyen. És mindennek az ellenkezője is előfordul, de, de általában azt tapasztalom, hogy ez a szerelem faktor, ez a beleszeretek a kutyába, ez mindennél lényegesebb, mm. minden megelőző tudatosságnál erősebb. Ne legyen senkinek lelkiismeret, furdalása, én. mert ez így működik. Én. Igen, és, és én azt Temetet. gondolom, hogy nem érdemes a párválasztásnál se a genetikai hátteret figyelni. Megláthatom-e a kutyában önmagam? A felelős gazdik erről is tudnak mesélni. Folytatjuk az Én kutyám portál podcast adását Korom Gáborral és Lukács Mikivel. Az Én kutyám, a felelős kutyagazdik portálja gondolkozunk erről közösen. A má Ez egész erről szól, amit, amit te lefektettél, hogy hogyan látom meg a kutyában önmagam, vagy mi mindenre tanít engem a saját kutyám. Mi mindenre tanított téged, Miki? Vagy Gábor, még téged is tanítanak a mai napig is? Ennyi év után tanulsz meg magadról? Vagy Én meg róluk újat? Engem más semmi. Semmi, ugye? Fejlődési <laughs> potenciál az nő. Én jó, válaszoltam, jelent <laughs> a Miki. <laughs> hát nyilván, ha bekerül egy kutya egy családba, akkor a a napi rend, de teljesen át fogja formálni. Más dolgok lesznek fontosak, kevésbé fontosak. Másként kell nekünk is beosztanunk az időnket. Én is hetente még, hogyha tudom, akkor a 12 éves Dúcsák komámat is kétszer mondjuk, vagy háromszor elviszem Cofi nevű segédünkhöz, és kicsit foglalkoztatom, hiszen ez neki jó, hiszen erre vágyik, hiszen ösztön szinten élheti ki magát, ahogy tanultam annak idején, ugye. és ettől érzik jól magukat. Nekem fontos, hogy ő jól érezze magát, és igen, megváltoztatja a család dinamikáját is egyébként. Fontos például a gyerekünknek is nem nevelünk, ugye ez is fontos gyereket például szerintem, hanem példát mutatunk. Azzal mutatunk példát, hogyha megmutatjuk, hogy például az állatokkal hogyan viselkedünk, hogyan viselkedünk a kutyákkal, mennyire fontos nekünk, mennyire kell őt gondozni, ápolni, mennyire figyelünk az igényeire, a betegségeire, azokat hogyan kezeljük. Ezzel a gyermekünket is edukáljuk, és csomó dolgot tanítunk neki. Felelősségvállalástól kezdve egészen csomó dolgot. Volt olyan időszak az életedben, amikor nem volt kutyád? Volt egész hosszú, szerintem amikor pár esztendős koromtól 20 uh -huh. esztendős koromig, és nem is hiányzott, hiszen akkor teljesen más dolgok voltak fontosak, vagy fontos volt, hogy ki tudjak menni, nem tudom, nyáron két hónapra Olaszországba, mondjuk 17 évesen, vagy 20 évesen egy évre ki tudjak menni, szerencsét próbálni Amerikába, vagy hogy hirtelen, nem tudom, Szentendéről el tudjak menni Györben, játékkaszinóba dolgozni, mindig más dolgok voltak, voltak fontosak. Nem fért volna vele egy kutya az életemben, amikor pedig már éppen abban az életszakaszba kerültem, akkor természetesen elkezdett. Hiányozni, és akkor lett is mm. És el tudod képzelni, hogy valamikor megint nem lesz? Vagy nem szeretnéd ezt a verziót? Jelen pillanatban nem. Tehát, hogy nem. Ö, aki kutyás, ez kutyás. Kar. Tehát van ez az érzés, ez a elkezdett hiányozni. Tehát, hogy egy csomó minden könnyebb kutya nélkül, most őszintén szóval, egyszerűm, szóval de egyszerű. De ha, ha egyszer nem. neked ott megvan ez, hogy mindegy, de akkor is hiányzik, akkor kutyás maradtál, és kutyás leszel. És így nem is nem lehet mondani, ér. de macskánk is van. Nem ne, 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 ne menjünk el a mellett sem, hogy egyébként ö, belük nehezebb kommunikálni egy picit. Viszont kívül nagyon, hát a legszórakoztatóbb állat, ami ráadásul meg sem változtatja az életünket. Hát gondoljuk el, hogy igazából le se kell vinni, nem kell átcserélni a bútorokat, a cipőinket. Ha ott felejtjük mondjuk a macskát, egy kölyök macskát a cipőinkkel, nem fogja szétrágni, valószínűleg a tapétát sem szedi le. Jó esetben, úgyhogy nem, macska is nagyon mókás állat, én az állatokat szeretem nagyon, ezen a kutyákat is Oké. Okay. Szóval Gábor, van -e még, amit tanítanak neked ma? A én azt gondolom, hogy itt minden, ami körülvesz minket, az arról szól, hogy tanítson, és ebben a kutya az én életemben egy kiemelt szerepet, szerepet játszik. És igen, minden kutyám alapjaiban forgatta fel a, 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 az életemet, és, és rendezte át a, a, a dolgokról való vélekedésemet, vagy tanított újat, úgyhogy úgy, hogy abszolút. És ez azért is nagyon érdekes és izgalmas, mert hogy minden korszak valamivel megméri az embert. Uh -huh. És ez a korszak, amiben most élünk, ez egy, már egyfelől a figyelem iskolázásának a korszaka, a másik pedig ez az egy, az egy olyan jelenség, amit mondjuk úgy én úgy neveznék, hogy ez a jónak látszani, és a jónak, jóra törekedni csatája. Ma minden arról szól, és arra visz minket, hogy jónak látszunk hogy egy, 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 arcot mutassunk, projektáljunk magunkról valamit. Tehát egy olyan csata folyik most, főleg a, 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 a social média különböző felületein, az egyes emberekben, nem, a, nem az emberek között, hanem az egyes, az egyénekben, ez a jónak látszani és jóra törekedni háborúja, amiből, amiből az embernek nyertesen kell kijönni. Tehát azt hiszem, hogy az akkor, akkor léphetünk egy következő korszakba, amikor, amikor ki fogjuk azt bírni, hogy a pillanatnyi érdekért, vagy nézettségért, akármiért lejöjjek erről a szerintem egyébként szánalmas és lélekölő tevékenységről, hogy magamat a amikor... Nem e felé tart a világ, én úgy látom az Le... a, baj. a gyerekeinknek kéne megmutatni, akiket viszont meg pont belerángatunk ebbe az egész dologba. De lehet, hogy egyénenként tudjuk é. csak Nyilván ezt úgy tudjuk, igen. Tehát pont a kutyásokra nem vonatkozik ez, hiszen kutyázni mindig kell, kutyázni mindig jó a kutyásokra is, is vonatkozik. A kutyásokra is vonatkozik? Ők hát Kutyások nem egész nap nézik például a tabletjüket, a mobiltelefonjukat és a közösségi média talán, legalábbis bízunk. zomene <laughs> Ne. Hosszan tudnék -e erről beszélni, de van, az ilyen. kétségtelen tény, hogy amikor összetalálkoznak a kutyával, akkor egy híd keletkezik Igen. két ember Így között. Van. Tehát, amit mondani akarsz, az a teljesen egyetértek. Azt gondolom, hogy a kutyások ádáz és borzalmas harcosok, amikor beülnek a gép elé, de, de ők kimenekülnek néha ebből a, ebből a helyzetből. És a gyerekeknek is meg tudják mutatni, mert a kutya egyrészt tök mókás a macskán kívül is, elég mókás állat. Tehát, hogy nézni is jó, belefoglalkozni is jó, és meg tudjuk a gyermeknek is mutatni azt, hogy nem feltétlenül tudja csak azzal a csillogó-villogó képi világgal lekötni magát, hanem igen, itt van valami húsvér dolog, ami reagál a te akcióidra. Abszolút. Nem tudok erre mit mondani, mert ez így van minden nap. Ha sok kutyás lenne, akkor a gyerekek is egészségesebbek lennének erre akartam célolni szerintem, vagy legalábbis kevésbé lennek fertőzöttek a tablet, laptop, stb. Tehát azt hiszem, hogy nincs semmi kutyás, vagy nem kutyás, hanem olyan, mindenki kutyás, csak éppen van-e kutyája, vagy nincs ez, a, a, így, én így-így tennék különbséget. És azt is el kell ide mondani, hogy a kutyás pontosan ugyanolyan, csak mint még mondtam, áldázabb, hogyha a uh -huh. laptop előtt ül, viszont tényleg, tényleg mindig esélyt kapunk, amikor kimegyünk a természetbe. De azért ez egy roncsolás alatt áll ez a tevékenység. Tehát ezt azt értenetek kell, hogy itt a ugye rendszeresen kirándulok, bent vagyok minden nap, egy ilyen, egy ilyen komoly túrát teszünk, Jorma kutyámmal felmászunk a, a, a világ tetejére, és rendszeresen találkozom itt is, ott is, meg mindenhol kutyások, és borzasztó élmény az, amikor, amikor pórázon vontatja végig az erdőbe a gazdáját a kutya. Ennél csak az a rosszabb élmény, mikor elszökik tőle, és a vadat megkergeti. Most, most megint ingoványos de hogy azt azért, érzitek, hogy a, a, normálistól ez durván eltér. Miért közben nyolgatja a telefonját, azért van pórázon a kutya, nem, azért, azért, nem tudja, azért, nem tudja a kutyát kezelni, azért, mert a kutyát nem tudja behívni, azért, mert nincs meg az a képesség, hogy a kutyát ilyen inger környezetben kontrollálja. Amikor jártam a tükörsuliba, én is még egyik előző kutyámmal, amikor még Budapesten éltem, és ott a pórázra azt mondtuk, hogy a lúzer fegyver, a te szavaid voltak akkoriban, akkor még így nevezted, de hát végülis most is ezt mondtad nagyjából. van olyan is, a, a póráz alapvetően egyetértek ezzel, igen, tehát egy valóban így van, tehát a póráz egy, egy, egy barbár dolog. Mm. Tehát egy később időszakban úgy nézünk majd ide vissza, hogy a, az a barbár korszak, amikor a a ettől függetlenül ma szükség van rá az erdő vadállománya, a szomszéd kutyája, meg a mindenkinek egészség érde, egészsége mert megint, érdekében. Már támadásoknak tettük ki megint magunkat, én mert soha nem szigorú... a kutyákat erdőben, bocsánat, én Na, ez olyan helyekkel amúgy... megyek. Igen, nem, én tök jóban vagyok a helyi vadászokkal, ugye a Pilisben járok, nyilván én a kutyák. Cs csak, hogy, csak hogy tegyük ki, hogy tudunk róla, hogy tilos tudunk tilos, igen, igen a Miért tilos? Levegőt venni tilos? Vannak dolgok, amiket nem lehet betiltani. Lehet hozni ilyen szabályokat, de ezek a szabályok, ezek nem betartható idióta szabályok. Ezt majd az emberiség tudatosságának emelkedése el fogja törölni ezt, a, ezt az idióta szabályt. De most nagyon-nagyon gyorsan tessék szíves lenni azt érteni, hogy senki el ne engedje, a kutyáját pórázol. Senki, soha. Csak és kizárólag az, aki bármilyen helyzetből be tudja hívni a kutyáját és legyen szó akár az Óbodai szigetről és lánykori nevén hajógyári szigetről, ahol egyébként lehet póráz a az egy részében, tök jó. Tehát, és, ott sincs, hely, és ott sincs jogom veszélyeztetni másokat. És ott nincs jogom, tehát ha beívható, akkor ott viszont, ott, ott, ha biztosak vagyunk a dolgunkban, mondjuk, hogy nem fogja egy a, a, olyan vadász lepuffantani a kutyánkat csak azért, mert éppen 10 méter előttünk van és póráz nélkül sétál, ha bár nem hajt vadat, mert ennek a veszélynek ugye nem tudom, mennyire reális, de egy né, bizonyos százalékon ki vannak téve. Sajnos a kutyák, ahol, ahol vannak bolond vadászok. Reméljük, hogy minél kevesebb van ebben az országban, de nem, tehát hogy az lenne normális, hogyha, igen, hogyha mindenki úgy a behívható lenne, és igen, szabadon mehetnének az erdőbe, hiszen az mindenkinek jó. De tessék a helyén tehát te Ez egy utópia és egy realitás mm. is egyben. Realitás azoknak, akik ma rendelkeznek ezzel a képességgel, ez a magyar kutyatartók elég nagy százaléka. Függetlenül hogy járt iskolába vagy nem járt iskolába, függetlenül attól, hogy, hogy tehát nem, nem köthető valamihez, csak ahhoz, hogy ő olyan kutyát választotta maga mellé, amely kutyának a kontroll képességével rendelkezik. Az egyik kicsúszás az az, amikor nem vagyok erre képes, és elengedem a kutyát, és komoly károkat okozok. Találtam az erdei a során egy olyan, olyan őzet, akit súlyosan helyben hagyott egy kutya, vagy egy kutya csapat, és nyilván a vadász azért jött ki, már kihívtam a, a, az erdészetet, és valószínűleg ott végeztek is ezzel a szerencsétlen állattal, szerencsétlenül járt állattal. Ez borzalmas. Tehát ilyet nem, tehát, tehát ezt ne engedd el a kutyát, ne veszélyeztes más állatokat, másokat. A másik szélsőség pedig az, hogy azokhoz az emberekhez igazítsuk. A társadalom általános normáit, akik a tudatosság legalacsonyabb szintjén tudnak kutyát tartani. Ez egy megszerezhető képesség. Ez elérhető még akár szélsőséges esetekben is el lehet oda jutni, hogy ezt a kontrollképességet elérd, vagy ha a kontrollképességet nem is tudod százszerzalékosan, de fel tudod mérni azt, hogy hol tudod elengedni a kutyát, és hol nem tudod elengedni. Hol tudod fenntartani a kontrollt, hol nem tudod feltartani a kontrollt. És a jövő az mindenképpen ez, mert a kutya számára ez egy természet ellenes dolog, hogy az erdőbe végig a gazdát. Képzeljétek el azt, hogy meghívlak titeket ebédre, baromi éhesen, leülünk, ti elmondjátok, hogy nincs nálatok pénz. Hmm, nem mondom, hát nem baj. Én viszont éhes vagyok, kirendelem magamnak a kaját, eszem, miközben ti nézitek nagyokat nyelve, és mondom neki legközelebb, legközelebb ezt a rámtott gombát, ha lesz nálatok pénz, mindenképpen kóstoljátok meg. Na, ez az erde is hét a porázs. Igen, és most nem arra gondoltam, hogy a vadat megkergetni, hanem az, hogy ott rohangálhasson az ember körül, nyilván kontrolltávolságban, és, 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 és akkor ide muszáj vagyok. Betenni, hogy a kutya az egy szorzószám. Élet örömeit a kutyával megélni sokkal nagyobb élményt jelent. Amikor az erdőben sétálok, és ezt nap mint nap teszem, ha kutyával megyek, sokkal többet látok az erdőből. Az ő receptorai is nekem jelentenek. Picit az avatár első része, a második részét ne nézze meg senki, vagy ha igen, akkor az ő dolga, de az első Én részében olyan. nagyon szépen megfogták ezt, amikor, amikor az ember a természetbe ki tud tágulni egy másik, egy másik lény együttélése, együtt érzése által, ugye ez az, ez az ominózus csatlakozás élmény. Tehát egy kutyával így sétálni az erdőbe, ez egy kitágulás. Ez egy olyan szinergia élmény, ami nagyon nehezen átélhető más, hogy aki átélt, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, aki nem, az azt mondja, hogy a hülye gyerek már keverjétek már le, és beszél már a mit tudom én kicsoda celeb valami mit tudom én micsodáról, de hogy aki ezt átélte, az tudja, hogy miről beszélek, és ez a kitágulás élmény, ez tulajdonképpen az ős állapotunkhoz és a a vágyott állapotunkhoz egy picit közelebb hoz minket, amikor a természettel még egy olyan szimbiózisban értünk. Engem mindenképpen, mert én például olyan helyre szeretek menni a kutyák, ahol nincsenek más emberek. Úgyhogy nem kell, nem kell rajtam kívül egyéb hülye kutyatartókkal találkoznom, meg és ez tök jó. Én azért abban reménykedem, hogy a, a, Mikitől eltérően a, a kutyások sok nagy részét azért az emberi találkozásokra is bevonz, és egyébként ez is a tapasztalatom alapvetően. Ja, a mi hallgatóink a tudatos kutyatartók közül kerülnek ki. Viszont van egy tapasztalatom, és ugye te a kölyökprogramot behoztad, tehát hogy még egy lépéssel korábban el lehet kezdeni a, a nagyon uh, tudatos foglalkozásra kutyákkal, és hogy a kölyökprogramban ez megvalósul. De hogy azért van egy része a kutyatartóknak, akik bár felelős gazdik, de akár a saját mentalitásuk miatt, akár egyéb okokból idegenkednek még a kutyaiskolába járástól. Hát én ott majd nem fogok rümögni, meg fütyölgetni, meg nem tudom, és még egy kellemetlen. Megye, ez külső segítség nélkül azt tudom elmondani, hogy ha bármihez szeretnénk érteni, akkor az valahol azért érdemes utána járni, utána nézni, utána olvasni, megtanulni. Hát, hogyha azt nézzük, hogy milyen evolúciója van Magyarországon is, annak, hogy eljutottunk a tükörmódszerig, a a olyan könyvektől, amiket én gyerekkoromban olvastam, hogy az újságpapír azért jó, mert az hangos és csattan, de nem fáj a kutyának. Aztán később, hogyha jól emlékszem, akkor volt olyan kutyasúli, ahol rendszeresen pillapalackkal és marmonkarnákkal próbáltak rendben tartani a kutyákat, és ezt tanították a gazdiknak is. Onnantól kezdve tök jól eljutottunk egy teljesen működőképes és szerethető és mindenki számára ajánlott kutyaiskoláig. Szerintem legyen erre igénye mindenkinek, aki bármilyen iskolai végzettséggel rendelkezik, és szeretné, hogy ő is és a kutya is boldog legyen. Gábor? Hú, hát a Miki ezt az, az evolúciót hozta be, és igen, tehát, hogy valóban van egy evolúció. Tehát én nagyon markánsan végigértem ezt az evolúciót. Tehát a szöges nyakörves, folytóláncos, a fektetést letaposva tanítóiskolában szocializálódtam, konkrétan 1980-ban. Ez is van még Igen, de az már azért nagyon el van hagyva. Akkor utána nagyon sok mindentől, akkor nem engedtünk még el kutyát, aztán utána jött ellenget, na de akkor verekedtek, akkor, akkor vödrök voltak bekészítve középre, hogy azzal leöntjük. Akkor utána jött az a felfedezés, a, a kanna, hogy hát ha akció van, akkor a kannát elles akkor annak ott relevanciája is volt. És aztán jött a kanna már nem kell elég a csörgős palack, akkor annak is volt ott relevanciája. Aki ment ezzel az evolúcióval, az mindig kapta a támadást előről, hátulról. Ez egy ilyen nagyon érdekes jelenség. És, és, valóban ma ott tartunk, hogy már olyan finom technikákkal tudunk dolgozni. Ugye például nálunk a kölyök program az egy olyan, egy olyan rendszer, ami nem a, a problémát kezeli, hanem a problémát megelőzi. Csak nagyon nehéz. Tehát akkor, amikor a kölyök programot kitaláltuk, akkor egy olyan olyan egyetemes támadást kaptunk a konkurenciától, előhúzva mindenféle, mindenféle ami csak a kezük ügyébe került akkor a, minket támadóknak. De szakmai alapon, vagy? Hát ez szak, igen, tehát hogy, tehát, hogy, hogy túlkorai... Jézusom, Jézusom hát... ők mit csinálnak, ott bekerült egy olyan videó, ahol, ahol egy olyan kutyát próbáltunk visszailleszteni a, a, a társadalomba, aki előtte már majdnem megölt egy más, úgy kellett az életbe visszamaszírozni azt a kutyát, akit, akit majdnem megölt, és ott ott egy szándékra való tiltás, ott is például kannákkal védtük magunkat, volt is olyan oktató kollégám, akit meg akart harapni ott a kutya közben tehát szándékra tiltása, és az, akkori korban az volt az alkalmazott módszer, hogy egy, egy beégett agresszió viselkedésű kutyát, azt a, azt a perifériára kitolunk, és csak akkor engedjük vissza, hogyha az agresszió viselkedését leengedi, ott sem volt fizikai bántalmazás, csak hogy, de ezt, ezt elhagytuk, és aztán utána nagyon régóta terveztük azt, hogy, hogy, hogy nagyon jó lenne kölyökprogramot programot indítani. Volt is ilyen kísérletem egyébként korábban. Senkit nem érdekelt. Egyszer nem. Nagyon nehéz volt. Tehát meg kellett érni a társadalomnak arra, hogy kemény csata volt. Tehát hosszú éveken keresztül most körülbelül kilenc éves a kölyök program, azt hiszem. Kilenc éve indult ez el és meg kellett érni, hogy bejöjjenek kölyökutyákat, és ma már egyébként utánunk jött mindenki. Tehát Én most de már nem támadnak. Most, de, de, de támadni de. mindig támad. Tehát az, aki előre megy, azt mindig támadják, az, az szerintem nem is fog elmúlni, hogy kedves hallgatók, hogyha hallottok akkor bármit, akkor érdemes olyantól utána kérdezni, aki járt is hozzá. Az irigység első a körben kö... szerintem, de Ö... már mondhatjuk, te köpönyegedből bújt ki a legtöbb ilyen kölyök módszeri szerintem. Hát igen, tehát a, a, a kölyök tanfolyamok azok mindenképpen tőlünk, mert ugye elsőként hoztuk ezt létre, és aztán most is, most is egy ilyen iterációban vagyunk, mert most egy online kölyök tanfolyamot hoztunk létre, ami rettentes hülyeségnek hangzik, tisztában vagyok vele. Viszont az van, hogy nem az, abban az értelemben nem az, hogy tehát, ugye, mi azért egy, egy, nagyon nagy tudásbázisból raktunk össze egy olyan programot, ami, amire mi is járt a kölyök ahol tényleg komoly kutyákat is nagyon jól sínre lehet tenni, egy nagyon erős személyes figyelemmel, stb. stb. Ebből létrehoztuk azt a tudásbázist, amit meg lehet még úgy húzni, hogy személyes figyelem, tehát neten vagy, vagy internetes felületen támogatott személyes figyelemmel, és hát gyakorlatilag le lehet alapozni, meg elejét lehet annak venni, hogy ne rombolja a lakást, és a többi. De csak azért mondtam el ezt az egészet, hogy azért a végére a, a sluszt oda tegyem. Hogy igen, igen, de azért ennek is az a célja, hogy a kutyát visszavezessük, és a kutyást visszavezessük a közösségbe. Mm. Nem hiszek az egyéni kutya kiképzésbe, mert egy kutyát képezni csak a szocializációs közegében lehet. Tehát az a tudás, amit úgy szedsz fel, hogy távol van az inger környezettől, az a tudás nem, tehát nem véletlenül mi, mi csak ö, csoportos foglalkozásokban tevékenykedünk és dolgozunk. Nem azért, mert nem, tehát mi is dolgoztunk egyéni, hát évtizedeken keresztül éltem abból, hogy, hogy egyéni foglalkozásokat tartottam, és a többi. De ez egy baromság volt. Ma már nem csinálom, mert, mert mert nincs ért, mert ma már nem pazarolom erre az időt. Persze, nagyon sokat lehet úgy is segíteni, de sokkal többet a csoportos formában. Tehát a, vissza kell vinni a szocializációs közegbe, és ott kell a kutyával dolgozni. Tehát, amire ki akartam ezt hegyezni, ami, amivel kezdtem is, hogy az nagyon fontos, hogy a kutya hidat teremt ember és ember között, és szerintem ez a mai világban egy nélkülözhetetlen tudása a kutyának. Tehát, a, tehát hogy hogy most hogy jutunk el oda, hogy online tanfolyam és hidatteret ember és ember között, az van, hogy egy picikét degradálódunk, egy picit visszafejlődünk, és, és, az alapozáshoz nagyon jó az, hogyha van egy segítségünk. De a kifutás mindig az kell, hogy legyen, hogy az ember és ember és a kutya és a kutya összetalálkozzon. A végére még annyit mondjatok meg, hogy milyen kutyás dolgot fogtok ma még csinálni. Én etetni fogok kutyát, az biztos, ez ez, ez, minden, amit a mai napra tervezek. Gábor? Hú, most egy nagy csapattal az, az ország iskolavezetőinek egy, egy, csapatával fogok egy ilyen meetingen összefutni. És mi ma már megjártuk a Csergezán kilátót, úgyhogy mm. este elnyúlunk Jormával, és Jorma nagyon szeret vacsorázni. Nem tudom, hogy <laughs> ismertek-e ilyen kutyát, a Jorma nagyon szeret vacsorázni, hogy a nap fénypontja, hogy ő megkapja a vacsoráját, és hogy ma én, nekem is ez lesz ma a, 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 a még hátralévő kutyás. Jó, kívánok Ebből én is kiveszem a részem, mert hazamegyek, és Lola vacsorázni fog, meg örülni nekem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Korom Gábor a tükörmódszer, alapítója, és Lukács Miki reklám és Mindenféle, média szakember. Mindenféle, igen. univerzális tehetség. Köszönöm szépen én is. Köszi. Köszönjük. És a podcast hallgatóknak is köszönjük, hogy kitartottak. Kedves podcast hallgatók, legközelebb Mimó kutyus gazdájával, Puskás Petivel és a Nói Állatotthon szóvivőjével, Schneider Kingával beszélgetünk. Várunk benneteket szeretettel! Köszönjük, hogy velünk tartottál! Hogy nem maradj le az új részekről, iratkozz fel a csatornákra.